Nagy örömünkre szolgál, elmondhatom, hogy Győr központjában, a belvárosban egy ilyen korszerű modern gyógyszertár fogadhatja az ide betérőket, és nagyon, nagyon értékes az a kezdeményezés is, amit a gyógyszertár kialakított, kialakít a jövőben. A város nevében Takács Tímea üdvözölte Győri már második Benu gyógyszertárát. Az önkormányzati képviselő köszöntőjében azt mondta, öröm látni, ahogy a város egyik legrégebbi patikája gyönyörűen megújult, ami a betegek számára különösen fontos változás. A város középpontjában egy korszerű, modern gyógyszertárba térhetnek be az ide látogatók, és ez az új irányvonal, amit ez a gyógyszertár is képviselni fog, egyrészt egy magasfokú szakértelmet is hordoz magában, de ami még ennél is fontosabb, hogy a betegekkel egyfajta közvetlen kapcsolatot kívánnak kialakítani, akár tanácsadással, akár más tevékenységgel is, aminek szerintem kiemelt fontossága van. A patikát alig két hét alatt alakították át, és tették igazán moderné és korszerűvé. A gyógyszertár a Benu hálózat stílus jegyeit viseli magán, így a vásárlók a széles kínálatból kedvükre válogathatnak. A patika vezetője szerint eddig is nagyon népszerűek voltak, de a megújulással még többen térhetnek be hozzájuk. Minden problémájukkal foglalkozunk, tehát szánunk rá időt, hogy elmondhassák, hogy mi a gondjuk, megpróbáljuk orvosolni, tényleg nagy türelemmel próbáljuk figyelni őket, ezért szeretnek szerintem ide járni hozzánk. A nyitás alkalmából a Benu szakemberei egészségvédő programokkal és tanácsadással is várták a látogatókat. A Benunak egyébként már több mint 120 gyógyszertára van országszerte, és csak idén 40 új Benu gyógyszertár nyílt Magyarországon.